50-60 millió forintos kár keletkezett a vásárosnaményi Ötvös József általános iskola épületében egy pusztító vihar miatt tavaly júliusban. Az iskola egyik részének a tetőszerkezete teljes cserére vár. Öt tanterem használhatatlanná vált, így ezt a tanévet a szemközti művelődési házban töltötte három felső tagozatos osztály. A közbeszerzés nemrég lezárult, elkezdődik a helyreállítás tudom azt, hogy a, a klik kicsit gyorsabban is intéztetett volna, de végre megtették azt, amit meg kellett, és e hónap közepén, reményénk szerint már jövő héten felvondul a kivitelező, úgy értesültem erről, hogy a nyelgyházi Kalevala cég fogja ezt építeni és helyrehozni, és reményénk szerint egy két hónapos munkát követően már a tanév befejezése előtt újra bírókba vehetik a tanulók ezt, ezt az öt tantermet. 1 milliárd 667 millió forintból gazdálkodik idén vásárosnemény. A költségvetési rendeletet februárban fogadta el a város. Tavaly jól gazdálkodtak, mondta el a polgármester, egy 138 milliós tartalék alapot tudtak áthozni erre az évre, az intézmények finanszírozása pedig stabil, a város fejlesztéseit uniós forrásokból tervezi a turizmusfejlesztés ugye a Berek szívének a sajátja, a saját ügye. Ebben szeretnénk egy jelentős szeretet kiszakítani a közös tortánkból, hiszen mindenki érdeke az, hogy Vásáros továbbra is nagyon sokan látogassanak, majd el, különösen a nyári időszakban jönnek a Tiszapart a Szilvafürdőbe. A Zöldváros projektben 500 milliót szeretnének költeni, továbbá kisvársány felé 5 kilométernyi kerékpár utat is terveznek. Vásárosnamény 112 millió forint címzett állami támogatást kapott a Rózsafa utca fejlesztésére. Szilárd útalapra, járdákra, csatorna építésre költhetik ezt az összeget. A helyi adukból 250-300 milliós bevételre számíthat a város, és ebben az évben indul újra az Interspán leghamarabb szeptembertől növelheti létszámát a faipari üzem.